Ahhoz, hogy valaki jól tudjon jelentkezni az idén, alaposan tájékozódnia kell, változtak bizonyos dolgok a fölvételi eljárás rendszerben. Hol szerezhetik be a pontos információt? Mi az alap? Hogy tájékozódjon egy leendő hallgató? Hát egy jelentkezőnek tájékozódnia elsőként a felsőoktatási felvételi tájékoztató 2008 című kiadványban érdemes. Ez az egyedüli hivatalos forrás, ami az Oktatási és Kulturális Minisztérium, az Oktatási Hivatal és az Edukáció KHT közös gondozásában jelenik meg. A másik, ez a tájékoztató nem csak papíralapon jelenik meg, hanem természetesen az interneten is hozzáférhető a www.felvi.hu honlapon. A másik tájékozódási forrás azok maguk a felsőoktatási intézmények, ahol részletesen a szakokat bemutatva tájékozódhat a jelentkező az adott képzési területen megkérdetett szakokról. Változtak-e a határidők a jelentkezésben? Határidők nem változtak, maradt a 2008. február 15-e a 2008. szeptemberben induló képzések esetében, várhatóan marad a mesterképzések esetében a március 15-i határidő, és a keresztfél éves képzések esetében pedig a november 15-i határidő került itt meghirdetésre. Viszont alaposan tájékozódnia kell az esélyeiről, hogy hogyan kerülhet be, hiszen megváltoztak a pontszámítások. Mik azok a határok, amik között mozognak a pontok most? Hát azt, hogy előre megjósolni, hogy milyen határok között fog mozogni a ponthatár, ezt lehetetlen, azt gondolom ma. De a pontszámítás valóban változott. Ugye az előző 144 maximális pontos rendszerhez képest 480 pontos maximális pontszámot lehet elérni. 200 pontot lehet tanulmányi pont révén, 200 pontot érettségi pont révén, és 80 pontot pedig többletpontok jogcímén lehet szerezni. A többletpontok másképp vannak, mint tavaly voltak? Abban a tekintetben pontozásban mindenképpen, tehát a többletpontokat, ugye a 80 pontot különböző jogszabály, egyrészt a jogszabályi alapon meghatározott többletpontok alkotják, ez az emelt szintű érettségi vizsgáért, a nyelvtudásért és az előnyben részesítért kapható többletpontok alkotják, illetve képzési területenként a felsőoktatási intézmények meghatározhatták azokat a sporteredményeket, a különböző versenyeket, művészeti, tudományos versenyeket, amiket pontszámmal jutalmaztak, illetve az OKTV és a szakmai előkészítő érettségi tárgyak versenye, amit szintén pontokkal jutalmaztak. Mennyi helyre jelentkezhet egy hallgató egyszerre? A jelentkezések száma korlátlan, ez igazán azt gondolom, hogy pénztárca függő. A 9000 forintos alapeljárási díj tekintetében 3 helyre tud jelentkezni a jelentkező, de amennyiben ugyanazon szakon, ugyanazon munkarendben, alapképzésben vagy mesterképzésben ha jelentkező jelentkezik állami támogatott és költségtétes képzésre, akkor ez egy jelentkezési helynek számít, de hogyha háromnál több jelentkezési helyet jelöl meg, akkor további 2000 forintért további szakokat is megjelölhet. Mi újdonság, változás van még a felsőoktatásban az elmúlt évihez képest? Az, hogy nagy létszámban elindulnak 2008-ban a mesterképzések. Most már nagyon sok képzési területen, még ugye korábban ez csak az agrár területen, illetve a műszaki területen volt jellemző, most már elindul a gazdaságtudományok képzési területen, várhatóan elindul a tanári képzések, a mesterképzései. Én azt gondolom, hogy tátkorokkal várják a főiskolai végzettséggel rendelkezőket a felsőoktatási intézmények. Mondhatjuk úgy is, hogy a történelmi múlt kötelez bennünket a jelenre és a jövőre. Ha valaki az EGRI főiskolára jelentkezik, milyen infrastruktúrával, milyen környezettel tudjuk fogadni most, ma? Igen, örülök, hogy a történelmi múltat említettük, hiszen amit a mindennapokban dolgozunk, hál' Istennek van miből táplálkoznunk, és van mit folytatnunk. Ma többször emlegettük az Eszterházi örökséget, és azt gondolom a mai planetárium átadással, pályaválasztási fórumon lévő megvetített infrastruktúrával is azt próbáltuk bizonyítani, hogy próbáljuk tovább folytatni azokat a gyönyörű álmokat, amit az Eszterházi hagyatékban benne vannak. És ez a nyílt nap nekem azt mondja, hogy mások is, hogy úgy mondjam, vevők erre. A folyosók tele voltak, nagyon sok tanuló ellátogatott hozzánk. Ebből azt a következtetést vonom le, hogy az EGRI főiskola továbbra is a népszerű intézmények közé tartozik. Egerváros vonzása jó, és hát én nagyon remélem, hogy Egerváros vonzásához kapcsolva az EGRI főiskola is olyan kínálat talál elő, ami népszerűsíti ezt az intézményt.
Mi jellemzi a kínálatunkat, milyen szakokra várjuk őket, milyen mennyiségben tudjuk fogadni? Igen, benne vagyunk a Bologna folyamat kellős közepébe. Az alapszakok kínálata az rendkívül színes, mindegy 28 alapszakot kínálunk. Szerintem mindenki megtalálhatja a neki legmegfelelőbb szakot, és nyilván választásával tovább gondolva nagyon reméljük, hogy majd megtalálhatja itt azokat a mesterszakokat is, amivel a tanulmányaira a koronát is ráteheti. Erről nyilván még nem sokat tudunk mondani, hiszen ezek engedélyezési eljárás alatt vannak, de az alapszakok kínálata, illetve a felsőfokú szakképzéseink, azok rendelkezésre állnak, és hát én nagyon remélem, hogy a mai nap sok tanulót meggyőztünk arról, hogy érdemes a jelentkezési lapot Egerbe beadni, hiszen a falak között ez a millió, ez egy nagyon kellemes egyetemi főiskolai éveket kínál nekik. Annál is inkább, hiszen a célkitűzésünk az, hogy minőségi oktatást produkáljunk, és korszerű módszerekkel. Mik szolgálják ezt a célkitűzést? Igen, ma sokat beszéltünk róla, de azt hiszem, hogy még többet kell, hogy a minőségi képzéssel tudjuk a felsőoktatási térbe legjobban biztosítani az EGRI főiskola népszerűségét. Ez a minőségi oktatás azt jelenti, hogy az a diploma, amit itt szereznek az intézményben, az a munkaerőpiacon eladható legyen. Azaz hamar állást kapjon az a hallgató, aki Egerben végzett. Ezért próbálunk mindent megtenni, és úgy gondoljuk, hogy a megfelelő infrastruktúrával, humán erőforrással, taneszközökkel ez biztosítható. Kiemeltük azt a igen fontos célt, hogy ma már a felsőoktatási tanulmányok személyes használatú számítógép nélkül elképzelhetetlenek. Úgyhogy ma bejelentettük, hogy 2008. szeptemberétől már minden első éves hallgatónknak egy ilyen számítógéppel kell kezdenie a tanulmányait. Azaz, hogy úgy mondjam, adjuk a tanulmányokhoz. Mindaddig, amíg Egerben tanul, az a rendelkezésére áll, tehát mindenki kap egy laptopot. Ez nem ajándék, azt gondolom, ez ma feltétele a minőségi felsőoktatásnak, és ma már ezt nem kérdőjelezi meg senki. Sőt, azt mondhatnám, hogy az a hallgató, aki úgy terez diplomát, és próbál elhelyezkedni a munkaerőpiacon, aki 3 vagy 5 évig a számítástechnikát így módon használta, annak nem kell bizonyítania a munkaerőpiacon, hogy ezt az eszközt ő a mindennapok tevékenységébe jól tudja használni. És hát lényegében ez a cél, ezt kell elérnünk. Eszterházi célkitűzésétől, az első magyar egyetem létesítésétől indultunk ki. Ma milyen jövőképet látunk, milyen egyetemet szeretnénk, milyen intézményt? Igen. Eger soha nem mondott le az egyetemről. Még akkor sem, ha túlzottan nagy sikerélmények sajnos nem voltak. Eszterházinak sem voltak nagy sikerélményei ezen a területen, de nem búsult, megépítette ezt a gyönyörű épületet. Mi magunk is így vagyunk vele, hogy nap mint nap harcolni fogunk, hogy Eger igenis egyetemi város legyen, és az egyetem megvalósuljon. Ehhez ma már a 4 kar fakultás rendelkezésre áll, és bízunk benne, hogy hónapokon belül azok a mesterszakok is rendelkezésre állnak, amelynek engedélyezési eljárása most folyik. Ezek részben a tanárképzést érintik, hiszen a tanárképzés mesterszinten történik a jövőbe, de részben disziplináris oldalon is jelentős számú mesterszakot szeretnénk indítani. Talán még érdemes megemlíteni, hogy a kínálatunkban a tavalyhoz, ha összehasonlítom, akkor vannak új dolgok. Itt leginkább az idegenforgalom és turizmus területén szeretném jelezni, hogy Egerbe indulni fog egy ilyen alapképzés, és nagyon remélem, hogy Eger sajátosságait ez a képzés fel fogja használni, és olyan szakirányokkal fog kirukkolni, amelyek alkalmasak arra, hogy Magyarországon, ha valaki ezen a területen szeretne
képzést, akkor érdemes legyen Egerbe, vagy csak Egerbe lehessen megszerezni. Hogy egyet említsek, például a szakirányként megjelenik a borturizmus, ami azt gondolom, hogy Egernek egy igen komoly sajátossága, jellemzője, és én nagyon remélem, hogy Magyarországon a borturizmus az megfelelő prioritást fog kapni.